Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Demko Attila, az MCC geopolitikai műhelyének vezetője. Itt van velünk már a vonal túlsó végén, jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok! Szergej Sojgó Oroszország védelmi minisztere tájékoztatta Vlagyimir Putyint, Oroszország elnökét arról, hogy az orosz hadsereg győzelmet aratott Luhanszk megyében. Kimondhatjuk azt, hogy teljes Luhanszk megye orosz fennhatóság alá került, az oroszok győztek ott, vagy felszabadították azt a térséget, vagy ez egyelőre az orosz narratíva része? Nem, Luhanszk megye orosz kézbe került, tehát ez látható a nyugati térképeken is. Persze az, hogy felszabadítás vagy elfoglalás, nyilván az oroszok számára, meg az orosz propaganda számára felszabadítás, az ukránok számára elfoglalás, a helyi lakosság egy részére tényleg felszabadítás egy részének, a helyi lakosság egy más részének pedig menekülés. Ez a nagy kérdés egyébként, hogy a helyi lakosság mekkora része támogatta valójában az oroszokat, és mennyien mentek el önként. Tehát ez egy óriási kérdés. Luhanszk környéke, ezen környéke 2014 előtt az orosz pártiságnak a fellegvára volt, tehát Liszicsanszk is, meg Szeverodonyeck is. Tehát ez egy nagyon-nagyon furcsa háború abban az értelemben, hogy itt ebben a régióban legalábbis van támogatottsága az orosz csapatoknak, de nyilván hivatalosan semmiképpen sem beszélhetünk felszabadításról, hiszen ez Ukrajnának a szuverén területe. Látjuk azt, hogy június 19-ével kezdődött az orosz alakulatok és katonai egységeknek ez a fajta irányú hadművelete. Ez mondhatjuk azt is, hogy egy gyors támadás volt, és egy gyors és hatékony támadás volt? Mindenképpen a korábbiaknál gyorsabb volt. Az orosz hadművelet ebben a térségben azért már május óta folyik, tehát itt egy két hónapos hadműveletről van szó. Liszicsansz nem elválasztható a Szeverodonyecktől. Ugye ez egy beékelődés volt, amit nagyon régen támadtak már három oldalról az oroszok, de magának Liszicsanszk városának az eleste az tényleg napok alatt történt, és sokkal gyorsabban annál, mint amit az ukránok, vagy akár a nyugati elemzők vártak, de talán még az orosz elemzőket is meglepte ennek a gyorsasága. Az oroszok voltak túl jók, vagy az ukránoknál fogyott el már a lendület, illetve a küzdeni akarás? Nehéz innen megmondani, de azt mondanám talán, hogy az oroszoknak van egy eszköze, ami tényleg hatékony, ez a tüzérség, illetve a tüzérségi felderítés, amit az Orlán 10-es drónok tesznek meg. Tehát ott van egy jól kialakult eszköz, egy jól működő eszköz. Az más kérdés, hogy aki tüzérséggel száll meg egy területet, ugye ostromol meg egy területet, az általában romokat kap cserébe. Tehát ez a hátránya az oroszoknak. De igen, tehát ezt az oroszok jól csinálják. Nagyon nagy tüzérség erejük van, és egy jól szervezett tüzérség erejük van. Illetve hát azt is lehet látni, hogy tanultak a szárazföldi egységek is, tehát a gyalogos egységek is tanultak a korábbi hibákból, nem becsülik már le az ukránokat, jobban odafigyelnek, és ez eredményekhez is vezet. Tehát az orosz veszteségek az utóbbi időben az ukránok alá csökkentek, tehát jóval nagyobb az ukrán veszteség szinte minden nap, mint az orosz veszteség, és ez ahhoz is vezet, hogy az ukránoknak a morálja csökken, az orosz morál meg valószínűleg nő. És a orosz, illetve hát azt elfelejtjük mindig, hogy nem csak orosz egységek vannak, itt nem csak egy orosz invázió van, itt van egy ukrán belső polgárháború is, amit persze 2011-ben Oroszország segített, hogy kibontakozzon, de attól ez még az ellentét megvolt. Tehát itt voltak luhanszki egységek, a luhanszki népköztársaság egységei. Hát az ő motiváltságuk meg magas volt, hiszen olyan katonák harcoltak Liszicsanszkért, meg Szeverodonyeckért, vagy olyanok is voltak, akik onnan származnak, akiknek ott családjuk van. Tehát azért láttam több felvételt, amikor a bevonuló luhanszki katonát a saját családja, vagy családtagjai köszöntik az adott városba. Ezért sokkal bonyolultabb ez a konfliktus annál a narratívánál, ami azért nyugaton általános, hogy egyszerűen csak egy invázióról van szó, nem? Van itt egy belső polgárháború is, és a motiváltsága jóval, de jóval magasabb
ebben a régióban a Luhanszk, illetve a Donyecki csapatoknak, mint a Donbasszon kívül, mert itt a saját tartományukért harcolnak. Akkor mondhatjuk, hogy ez a mostani háború, ez orosz szemszögből nézve most olyan, mint ahogy Putyin gondolta már az elején, hogy lesz egész Ukrajnára vonatkozóan. Hát szerintem azért még most se olyan. Tehát szerintem abban bízott az orosz elnök, hogy olyan lesz ez a háború, mint a 2014-es krími megszállás. Tehát viszonylag kis erőkkel kell bemenni, nagyon gyorsan tömeges megadás lesz. Legalábbis vannak erre utaló jelek, hogy ebben bízott, sok erre utaló jel van, ez nem történt meg, és ez most sincs meg, tehát az ukránok keményen harcolnak, ha már nem is minden egyes faluért, de azért, mert ugye itt most feladtak több területet viszonylag nagy harc nélkül, meg több falut, meg magát a várost is, városi harcokból nem volt olyan sok, de ettől függetlenül erre a keménységre Vlagyimir Putyin és az orosz vezetés nem számított, és még most se változott meg. Bár mondom, látszanak az ukrán haderőn a kifáradás jelei, a morálcsökkenés jelei, tehát vannak jelek arra, hogy Ukrajna gyorsabban fárad, mint Oroszország. Hogyan tovább? Vannak, akik azt mondják, hogy Putyin stratégiai szünetet rendelhetett el, egy kicsit most mindenki elmegy pihenni, nyaralni, én nem tudom mit csinálni, vagy mennek tovább, vagy új alakulatokkal mennek tovább, hiszen azt is lehetett hallani, hogy azok a katonák, akik most Luhansznál harcoltak, ők pihenhetnek. Hát ugye Vlagyimir Putyin erről beszélt, hogy akik a város bevették Liszicsanszkot, azok legyenek kitüntetve, pihenhessenek, és utána folytatódjon a részükre a küzdelem, de az orosz erők azért nem csak ebből a pár alakulatból állnak, ugye ez egy komoly csata volt, de azért ennél jóval szélesebb körben megy a háború, tehát a herszoni fronttól egészen Harkivig, tehát ott nem valószínű, hogy ott szünet lenne. Az is kérdés, hogy itt szünet lesz-e. Ugyanis mindig egy megbomlott, egy viszonylag zavarban lévő ellenséget könnyebb üldözni, és azért itt láttuk, hogy az ukrán alakulatok részéről voltak nem előre megtervezett visszavonulások, nem parancsra történő visszavonulások, tehát van egy bizonyos megingás az ukrán részről, tehát kérdés, hogy mondjuk Sziversk elfoglalásával ezt ki akarják-e használni, nem biztos, hogy azokkal az alakulatokkal, akik ott véreztek, vannak-e orosz erők? Ez a kérdés. Vannak-e pihent orosz erők? Mert ha vannak, akkor utána kell menni legalább a régióban az ukránoknak, mert mondom, azok a pillanatok, amikor meginog egy front, azok a pillanatok könnyebb támadást ígérnek a támadó félnek. Viszont ha megszilárdítják az ukránok az új vonalakat, akkor azokat megint úgy kell áttörni, ahogy a Szeverodonyecki meg a Hirszkei Zolotai vonalat kellett, tehát véres, hosszú küzdelemmel. Tehát vannak erre utaló jelek, hogy az oroszok mennek tovább, ugyanakkor az is benne van a pakliban, hogy annyira elfáradt ebben a régióban az összes alakulat, hogy megállnak egy hadműveleti szünetre, feltöltik az alakulataikat, feltöltik a lőszer raktáraikat. Az más kérdés, hogy akkor az ukránok is beáshatják magukat még jobban, megrendezhetik a soraikat. Ugye sokak azt is mondják, például Luhansk kormányzója, hogy Donyeck lehet Oroszország következő célpontja, és akkor itt felmerül a kérdés, hogy tovább mennek-e, vagy most szünet, és akkor tárgyalások, és ha a tárgyalások nem vezetnek előre, akkor mennek tovább, de a logikus az lenne, hogy Luhansk után Donyecket is teljes mértékben elfoglalják, legalábbis innen nézve. Hát szerintem onnan nézve is ez a logikus, tehát erről beszél Oroszország, erre van motiváltsága a Donyecki népköztársaság hadseregének, mert lehet persze gúnyolódni ezen, meg tényleg elég furcsák, hogy úgy mondjam, a nevek is, meg a szimbólumrendszere ennek a két szeparatista, hát gyakorlatilag bábállamok ezek. De ettől függetlenül azért van egy saját akarat is, hogy megszerezzék, visszaszerezzék a teljes területet. A Donyecki felkelésnek a szíve a Szlovjanszk térsége volt. És onnan sokan elmenekültek a szeparatisták kezébe alatt lévő területre. Tehát vannak olyan katonák, vannak olyan emberek Donyecken belül, akik a saját városukat akarják visszadítani. Mondom, a bonyolultságát értsük meg ennek a konfliktusnak, ez nem egyszerűen arról szól, hogy Szibéria alsóról jön valaki egy teljesen idegen területre,
azért, mert Putyin parancsolta. Azért van ott saját motiváció is, hogy szeretném visszaszerezni a házamat Szlovjanszk egyik kerületében. Tehát nyilván ez cél, a donetszkiek részére, meg valószínűleg a luhanszkiek részére is azért cél, Donetszk megye maradékának a bevétele, meg cél Oroszországnak is. Addig nem tud győzelmet eladni Vlagyimir Putyin Moszkvában, amíg Donetszk megye is 100%-osan nem áll orosz uralom alatt. Az ukrán narratíva az, hogy ez egy átmeneti sikertelenség, és vissza fogják tudni foglalni ezeket a területeket. Ez csak az ukrán propaganda része, vagy katonailag van olyan eshetőség, amikor ez tényleg megvalósulhat? Hát nagyon kevés lehetőséget látok én személyesen arra, hogy ez belátható időn belül Oroszország belső megingása nélkül megvalósuljon. Tehát kizárni nem lehet, mert mi van, ha Oroszországon belül van egy olyan változás, ami nem teszi lehetővé, hogy az ukrán területekre koncentráljon, de úgy, hogy Oroszország nem szenved egy belső törést, úgy Ukrajnának az esélye arra, hogy visszafoglalja akár még a február 24-e előtt Ukrajnához tartozó területeket, azért az nagyon-nagyon csekély. Hiába van, tehát az ukrán hadsereg az számszerűen nagyobb, mint az orosz támadó erő, méghozzá nem is kicsit, tehát legalább kétszeres fölényben vannak, de technikailag, tehát a harckocsik, a tüzérségi eszközök, és különösen a légierő számában nem tartott Ukrajna, nagyon nem tartott, ahol Oroszország. Nem tudjuk egyébként, hogy mekkorák a technikai veszteségek itt Liszicsanszban, mert arról is vannak hírek ukrán oldalról, hogy szinte mindent ki tudtak vonni, meg olyan hírek vannak orosz oldalról, hogy azért nagyon sok technikai eszköz bennmaradt. Na most nyilván felmerül az, hogy mi van, hogyha nagyobb nyugati támogatást kap Ukrajna. Tehát ami nyugati támogatás eddig bement, az ellensúlyozni tudta talán részben azt, amit Ukrajna elvesztett, de nem erősítette az ukrán hadsereget. Tehát itt Ukrajnának egy olyan méretű felfegyverzésre lenne szüksége, amit nem biztos, hogy a nyugat meg tud adni, mert ugye egy tényleg rengeteg fegyverről lenne szó, és az sem biztos, hogy meg akar adni. És még egy pont van, tehát ha a nyugat egy ilyen típusú felfegyverzésbe kezdene Ukrajnának, ami akár reményt adna arra, hogy visszafoglalja ezeket a területeket, Oroszország szinte biztosan megsemmisíteni Ukrajnának a maradék infrastruktúráját, tehát a Dnyeper-hidakat, a gáz és az olaj infrastruktúrát, a kikötőket. Tehát Ukrajnát gazdaságilag tényleg levinni a padlóra, meg infrastruktúrálisan, hogyha felmerülne ez a lehetőség. Tehát az is nagy kérdés, hogy Ukrajnának érdemes-e megkockáztatni a teljes megsemmisülést gazdaságilag, vagy érdemesebb beleülni, tárgyalni. Most az ukrán elnök, meg az ukrán politikai előtt a támadásról visszavesszük, erről beszél, de azért van egy ukrán nép is. És az ukrán nép többsége is harcolni akar jelenleg, de ha minden összeomlik az országban, ugye már üzemanyag most sincs, nagyon-nagyon nagyot romlott a gazdasági helyzet, akkor vajon harcolni akarnak-e? Most egy picit ezt ahhoz hasonlítanám, mint 1920-ban, ugye Magyarország aláírja a trianoni békét, vagy diktátumot, vagy ne írja alá. És akkor ugye a teljes összeomlás volt a másik lehetőség, mint az, hogy oda menjünk, és egy országunknak a kétharmadáról lemondjunk Párizsban. Ugye fegyver volt a fejünknél, de bizonyos értelemben az ukránok fejénél is fegyver van. És hát nagyon nagy kérdés, hogy az ukrán politika akkor, amikor az lesz a választás, hogy mondom, a infrastruktúrája megsemmisül az országnak, vagy az, hogy egy békét, hát ha nem is egy békét, de egy fegyverszünetet aláírunk, és az országunk egy részéről ezzel de facto lemondunk, ez mondjuk Ukrajna esetében egy 20%, akkor mit fognak lépni? Ezt nem lehet erről látni, de az, hogy katonai eszközökkel visszahódítják, mondom, a belátható időn belül ezt a területet, az a jelen orosz kapacitások mellett, meg jelen orosz politikai helyzetben nagyon-nagyon valószínűtlen.
Szerintem nagyon jó a trianoni hasonlat, és talán abban más ez a helyzet, hogy a nyugat kommunikációban folyamatosan azt mondja Ukrajnának, hogy küzdjetek, harcoljatok, segíteni fogunk, küldünk fegyvereket, meg tudjátok nyerni ezt a háborút, ugye még mindig erről szólnak azért a nyugati narratívek, és nyilván szerintem is különbséget kell tenni a nép, illetve az országnak a vezetése között, és itt merült fel bennem az a kérdés, hogy most az ukrán nép között milyen a hangulat, hiszen egyre több katona meg ebben a háborúban, egyre több a veszteség, egyre több a kudarc, és talán az, ami kezdetben volt, hogy sikerek, győzelmi jelentések, úgy tűnt, hogy Ukrajna ki tud állni az orosz hadsereggel szemben, az már a múlt, tehát most jönnek a reálisabb napok. Ilyenkor hogy viselkedik vajon a lakosság? Beszélek mindig nem csak kárpátaljai magyarokkal, hanem ukrajnai ukránokkal is. Én azt látom, hogy sötétebb a hangulat, mint mondjuk áprilisban, amikor ott volt az eufória, ugye, hogy az oroszok márciusban visszavonultak Kijev környékéről, és nagyon súlyos veszteségeket szenvedtek, most érzik a veszteségeket, érzik a gazdaságnak a hihetetlen lejtmenetét. Tehát változott a hangulat az ukrán sajtóban is. Én nehéz persze, ugye párbeszélgetés alapján egy teljes képet felrajzolni, de én úgy érzem, hogy van egy radikális változás az országon belül, annak a felismerése, hogy a nyugati támogatás az nem biztos, hogy elég lesz. Ugye nagyon sokáig kétségbeesett helyzetben lévő ország, ugye várták a csodát, a nyugati csodafegyvereket, amelyek kapcsolatban azért túlzott elvárások is voltak. De ők tényleg elhitték, hogy ez majd ilyen abszolút csodafegyver lesz, és ez tényleg megfordítja az esélyeket meg a háború kimenetelét? Hát nézze, amikor az ember kétségbeesett helyzetben van most, megint egy történelmi párhuzamot mondjak, 1944-ben nagyon sokan elhitték Németországban, meg Magyarországon is, hogy a Wunderwaffék, tehát a csodafegyverek megfordítják a háború menetét. Vagy egy súlyosan beteg ember az elhiszi azt, hogy a következő csodagyógyszer, vagy egy kuruzsló az segíteni fog. Most nem akarom a nyugati fegyvereket ehhez hasonlítani, mert létező, nagyon komoly fegyverrendszereket kapott Ukrajna, de a számuk nem elég. Illetve a kiképzés. Mennyi idő a kiképzés? Tehát kaphat a mondjuk tizenvalahány darab PZH 2000-esről beszélünk összesen, hogy ez egy olyan önjáró löveg, amit Magyarország is vesz, mi 24-et veszünk belőle, és már a nyáron beérkezik, ha minden igaz. Na most ez egy kiváló eszköz. De százával kell lennének. Ugyanez a Cézár, ugye ez a francia 155 mm-es löveg, ez is kiváló, de kevés van belőle, vagy a kevésbé kiváló, de azért jó eszköz a szlovák Zsuzsanna. Jó, de mennyi van belőle? Ugyanez igaz a Himarsra, mennyi van belőle? Tehát most 4 darab van, és precízős csapásokat tud 50-60-70 kilométerre mérni. Na igen, de mennyit? Tehát meg a másik az, hogy elkezdtek pusztulni egyébként a nyugati eszközök is, tehát kiderült különösen a vontatottakról, a vontatott eszközökről, amiből a legnagyobb számba kaptak, hogy azért nem biztos, hogy alkalmas erre a nagyon nagy intenzitású háborúra, tehát az önjáró eszközök azért sokkal jobbak, abból viszont keveset kapott Ukrajna. Tehát van egy ilyen rádöbbenés, hogy igen, ezek nagyon jó eszközök, de kevés van belőlük, ez nem biztos, hogy megfordítja a háború menetét. Ez is egy bizonyos értelemben lehet egy 44-es párhuzam, hogy lehettek a németeknek sugárhajtású vadászgépei, de hány darab volt belőlük. Az amerikaiaknak pedig a rosszabb vadászgépekből, meg bombázókból, ugye lassabb, nem olyan jó gépekből mennyi volt. Tehát az átképzési idő egyébként, tehát mennyire jók ezek az ukrán egységek, akik ezeket az eszközöket használják. Tehát minden egyes ilyen fegyverhez minél bonyolultabb idő kell, hogy valaki megtanulja, hogy hogyan alkalmazza. Ez az idő nem áll Ukrajna rendelkezésére. Itt hónapok kellenének minden eszköznél. Ezeket a hónapokat nem látom. Tehát valószínűleg olyan alakulatok, olyan katonák ülnek ezeken az eszközökön, akik alapszinten ismerik azt a gépet, ami teljesen más filozófiára épül egy német vagy egy amerikai, mint a korábbi szovjet technika. Na, de nem mesterei ennek a technikának. Tehát nem tudnak olyan hatékonyan vele harcolni,
mint ha már betanulták volna. Na, nyilván hónapok alatt betanulják, ha túlélik. De nem biztos, hogy túlélik. De az ukránok akkor nem látják, hogy ennek a háborúnak gyakorlatilag nincs olyan reális forgatókönyve, hogy ezt megnyerhetik, és akkor felmerül a kérdés, hogy miért nem próbálnak meg legalább tárgyalni, miért nem próbálják meg a tárgyalások során legalább megismerni az orosz álláspontot? Szerintem tudják, hogy mi az orosz álláspont. Tehát hátsó csatornákon azért tehát nagyon sok mindent nem látunk ebből, hogy mi volt, mert ugye voltak tárgyalások a háború első szakaszában. Ezek szinte azonnal elkezdődtek a kijevi felvonulás után, és ezek értek véget ugye a bucsai események fényében. Na most ezek a tárgyalásokon, ami elhangzott, annak a 99%-át nem ismerjük, hogy pontosan mit akarnak az oroszok, mit várnak Ukrajnától. Tehát valószínűleg azért egyrészt olyat vártak, amit ez az ukrán elit nem akar megadni, másrészt meg akkor még úgy látszott, hogy a nyugati támogatás segíteni fog. Vagy... De lehet az, hogy az oroszok direkt azért követeltek olyat, ami teljesíthetetlen, hogy a háborúba lökjék az ukránokat? Tehát szerintem az oroszoknak a kijevi, amikor már látszott, hogy Kijevet nem tudják bevenni, és ez egy nehéz háború lesz, szerintem inkább, tehát érdekük lehetett volna ennek egy gyors lezárása azzal, hogy a Donbasszt megkapják, meg mondjuk a krími vízutánpótlás az biztosított, de ez egy találgatás, tehát én nem tudom, hogy mi volt az orosz álláspont, mi volt az ukrán álláspont, soha nem is fogjuk valószínűleg megtudni, vagy legalábbis sok évtizedig, mert amit tudni fogunk, ugye azok is alapvetően visszaemlékezések, amelyek vagy igazak, vagy nem. Tehát én ugye történész az alapvégzettségem, és nagyon sok minden tényként kezelünk, a magyar történettudatban is tényként kezelünk dolgokat, nagyon sok ember, amelyeknek nagyon kevés köze van a valósághoz, csak valaki egyszer azt mondta. Tehát érti, amit mondok, igen, mondjuk igen. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy 18-ban a McKenzie hadserege megmenthette volna Erdélyt, mert ez így elterjedt. És ezt a magyar közvélemény azt gondolja, hogy Károlyi visszautasította Erdély megmentését, de hogy fel sem merült, hogy McKenzie hadserege megmentse Erdélyt. De ugyanígy lesznek majd legendák. Mi történt Ukrajnában? Mi lehetett volna, ha? Nem tudjuk igazából. Én arra pusztán logikus megközelítéssel arra hajazok, vagy arra gondolok, hogy az oroszoknak érdeke lett volna az első nagy pofonok után viszonylag gyorsan egy fél sikerrel lezárni ezt, de az is lehet, hogy nem. Az is lehet, hogy az oroszok sem hagyják, hogy ez a háború lezáruljon, és végig akarják vinni. De azért ott van bennem az, hogy azért ez nem egy sikeres háború, nem volt eddig egy sikeres háború az oroszoknak, és a kockázatok máig megvannak nekik. Tehát azért 100%-ra nem tudjuk mondani, hogy nyugat egyszer nem rak be annyit, meg nem szakít teljesen Oroszországgal, mert még mindig nem teljes a szakítás, hogy az nagyon kellemetlen legyen Oroszországnak. Tehát ne jelenjen meg mondjuk jövőre 300 darab vagy 400 darab Abrams tank Ukrajnában. Mert egyébként, ha ez történne, akkor az ukránok tudnának újra hadműveletek során győzelmet aratni? Hát elméletileg, ha teljesen átfegyverzik az ukrán hadsereget, és kiképzik, akkor ezt teljesen nem lehet kizárni, csak mondom, szerintem, ha ez megkezdődne, az oroszok vagy mozgósítanának, és akkor letarolnák Ukrajnát, tehát még mielőtt az ukránok megerősödnek annyira, vagy egyszerűen szétvernék az ország infrastruktúráját. Tehát ez megtehető. Egy gázvezetéket felrobbantani nem nehéz. A hidakat nehezebb, mert ugye ezek megerősített, nagyon erőteljes hidak, ami a Nyeperen vannak, de hát annyi cirkeló rakétát szánnak rá, amennyi kell. Nyilván itt is van egyébként, az oroszoknak van egy problémája, hogy a tartalékaik nagy részét már ellőtték, de azért gyártanak újakat, valószínűleg annyit tároltak, hogy a Nyeper hidakra elég legyen, és akkor ugyanez mondjuk az odesszai kikötő, a csornomorszki kikötő, tehát kikötőket is le lehet rombolni, meg nem engedik ki egyszerűen az ukrán hajókat, tehát a blokkád folytatódhat éveken át. Ugye rakétával könnyű kilőni egy hajót, nem kell ott lenni a Kígyószigeten, hanem a Krimből ki tudják lőni az ukrán hajókat. Tehát elméleti lehetősége van, de gyakorlatban Oroszország előtte nagyon-nagyon kemény dolgokat lépne meg. Mondom, ha mozgósítanak, akkor egy 2 milliós orosz hadsereg is be tud menni Ukrajnába. Oroszország félkézzel harcol most. Ezt látni kell. Tehát egy 120-150 ezer orosz katona van bent, akik tényleg önkéntesek. Meg a Wagner csoport, meg csecsenek, meg
érti, amit mondok, hogy ez nem orosz, ez nem a teljes orosz haderő. Na és akkor végezetül egy utolsó kérdés, hogy mire számít a következő időszakban? Ugye az általános, ami hozzánk mindig befut kérdés, hogy kérdezzük meg, hogy mikor ér véget a háború, nyilván erre nagyon nehéz válaszolni, de milyen lehetséges forgatókönyveket lát most a jövőre nézve? Hát ha az a kérdés, hogy a háború úgy mikor ér véget, hogy lesz egy békeszerződés, ami lezárja a konfliktust, és mind a két fél elfogadja, akkor én azt mondanám, hogy évtizedeken belül nem érez véget. Tehát ha az a kérdés, hogy mikor fagy be újra a konfliktus, mert ugye ezt 8 éve már tart. Tehát ez 2014. február 22-e óta ez a háború tart. Gyakorlatilag, ugye akkor volt a Majdan, az orosz akció márciusban, ha jól emlékszem, február utolsó napjaiban kezdődött a Krímben, ez a háború azóta tart. Ez ennek a háborúnak egy rendkívül véres fellángolása, amit most látunk február 24-e óta, de ez visszamehet oda, ahol 2015-ben, 2016-ban volt, hogy vannak frontvonalak, vannak beásott katonák, aknamezők, ilyen első világháborús szinten, és ez nem mozdul hónapokon, éveken, évtizedeken át. Ami azt jelenti egyébként, hogy mind a két ország egy gyakorlatilag egy permanens háború állapotában van, ami Oroszországnak is nagyon rossz, de hát nyilván Ukrajnának is nagyon rossz. Viszont ez a szakasz, tehát ez a nagyon intenzív szakasz, ez akár pár hónapon belül véget érhet, ha az oroszok teljesen beveszik a Donbaszt, akkor mondhatják azt, hogy elég volt. De az se biztos. Nem tudjuk, hogy milyen állapotban van valójában az orosz hadsereg. Lehet, hogy tovább akarnak menni Mikolajev, Odessa, Harkiv irányába. Ahhoz biztos még, hogy sok hónap kell. Kivéve, itt is van egy kivéve, mert nem látjuk az ukrán állapotokat se, hogy összeomlik-e Ukrajna. Egy összeomlás nagyon gyorsan el tud jönni. Most az ukránok tényleg hónapokon át nagyon keményen védekeztek, de eljöhet egy olyan kifáradási pont, egy olyan töréspont, hogy egyszerűen van ott van egy belső meghasonlás. Tehát lehetnek ilyen hirtelen események mind a két fél részéről, tehát mondom, kizárni teljesen Oroszország részéről sem lehet egy a rezsimen belüli meghasonlás, bár erre utaló jelek nincsenek. Ukrajnában több jel van arra, hogy van egy meghasonlás a katonai vezetés és a politikai vezetés között. A nép is, az ukrán nemzet is kezd el fáradni, egy nagyon patriotikus, nagyon erős nacionalizmus van Ukrajnában, egy nagyon önfeláldozó nemzeti érzés van. Kőkemény egyébként, tehát a pozitív ugye az, hogy védik az országokat, a negatív az pedig az, hogy az összes kisebbséggel szemben nagyon erőteljesen léptek fel az eddigi időszakban, és ez valószínűleg még rosszabb lesz a következő időben. A lényeg az, hogy pontos dátumot nem tudok mondani, ha a Donbaszban az oroszok lezárják az ügyet, akkor ez pár hónap tud lenni, ha nem zárják le, akkor a jövőre is áthúzódhat, de teljes béke Ukrajnában belátható időn belül nem lesz. Utolsó utáni kérdés, hogy Donyeck megye elfoglalásához mennyi idő kellhet? Tudjuk azt, hogy már ott is azért vannak orosz előrehaladások. Ezt is meg lehet oldani néhány hónap alatt, akár csak Luhanszk megye esetében, vagy ez már keményebb dió? Donyeck megyének is azért már egy jelentős része orosz kézben van, sokkal nagyobb része, mint korábban. Tehát ugye nagyjából egyharmada volt az oroszoké a február 24-e előtt, most fejből meg nem mondom, mert a fele körül lehet most orosz kézben. És ugye ott is van Izium mellett egy áttörésük, egy hídfőjük, amit esetleg Szlovjansk környékén, ugye Szlovjanszkot ha Iziumból is, tehát ha nyugatról is, keletről is és északról is támadják, akkor az előbb-utóbb Szlovjanszkot is be tudják venni. Ha Szlovjanszk elesett, akkor talán a legszimbolikusabb, legjobban megerődített városa esett el Donyecnek, és fel lehet számolni ott az ukrán ellenállást. Az előnyök az oroszok oldalán vannak. Úgy, ahogy az összes előny Kijevben a viszonylagos meglepetést kivéve az ukránok oldalán volt, ezért szenvedtek ott vereséget az oroszok, az előnyök itt a Donbaszban az oroszok oldalán vannak. Tehát a logisztikai előnyök, a lakossági támogatottság, tehát ezt soha, vagy nagyon, most az nyugati média az utóbbi pár hetekben tárta ezt föl, de hát én jártam Szlovjanszba, a többség az ukránok ellen volt 16-ban, amikor ott jártunk, nem aludhattunk ott, meg nem, mert mondták, hogy lehet provokáció, akár lakossági részről, akár orosz ügynökök részéről, annyira erős volt az orosz befolyás. Tehát már a 2014-es háború után.
meg az ellenkezés az orosz uralommal szemben. Nem tudom, hogy ez mennyit változott, ugye brutális volt ez az orosz offenzíva eddig, de ez megvan. Tehát ez a Donyeck egészében megvan, hogy van egy viszonylag jelentős lakossági támogatás, ami azt jelenti, mit jelent? Azt jelenti, hogy jelentenek az oroszoknak. A helyi lakosok az ukrán hadsereggel szemben. Nem azt mondom, hogy mindenki, vagy a többség, de azért elég sokan vannak ahhoz, hogy az oroszok számára ez nagy előny legyen. Tehát ez felgyorsíthatja az orosz győzelmet. Én azt gondolom, hogy ez hónapok alatt tényleg összejöhet. Ha pedig az ukrán hadsereg továbbra is olyan rossz taktikával harcol, mert az utóbbi két hónapban ez a bennmaradás Szeverodonyeszben meg Liszicsanszban ez egy katonai szempontból rendkívül rossz ötlet volt, akkor akár gyorsabban is. Tehát valójában az ukránoknak a minden négyzet, minden centiméterhez való ragaszkodása az segített az oroszoknak. Itt is mondhatunk egy párhuzamot, hogyha a németek 42 után nem ragaszkodnak nagyon sokszor minden egyes településhez mondjuk Ukrajnában meg Oroszországban, akkor lehet, hogy jóval tovább tudnak védekezni, vagy akár még másként is alakul a háború. Aki rugalmasan nem tud elszakadni egy-egy településtől, és nehéz vesztes harcokba beleáll, az a saját hadseregét számolja föl. Tehát nem tudjuk pontosan, hogy mennyire tört meg az ukrán haderő. Ha nagyon megtört, akkor akár meglepő gyorsasággal is mehetnek előre az oroszok. Demko Attila, köszönjük szépen! Köszönöm szépen!